a mozaik, ahol a legjobb duma folyik. Ez a mozaik, itt megtudod, hogy mi zajlik. Ez a mozaik, híradó előtti napra kész áradat. Ez a mozaik, politika, film, kultúra, divat. Képekből kirajzolódott élet és barátság, amely könyvvé formálta önmagát. A Pont kiadó a nemrégiben megjelent Szávai Géza az Életet Polcelány című kötetével örökíti meg a szerző és felesége Polcelány, valamint férje Mészöly Miklós életének egybefonódását, azt a barátságot, amelynek fontos alappillére volt a hagyományok és az irodalom iránti elkötelezettség, valamint az a közösségi érzés, amit ők egymásnak jelentettek. Köszöntöm a Mozaik nézőit, mai műsorunkat könyvtér rovatunkkal indítjuk. Én soha nem akartam életírásokkal foglalkozni. Ez a műfaj engem nem vonz. Viszont kiderült egészen furcsa módon, hogy az ember akar valamit vagy nem akar, az Isten és a sors végez. Szávai Géza író szavait idézem, azokat, amelyeket arra a kérdésre adott válaszul, hogy mi inspirálta a nemrégiben megjelent az Életet Polcelen asszonya hátországban kötetét. Nincsen ebben sajnos, hogy hál' Istennek semmi különös, én ezt a könyvet megírni se akartam, eszembe sem jutott soha életembe, de az elmúlt másfél-két évben hát eléggé súlyos betegségbe keveredtem, hát maradt egyetlen egy ilyen tevékenységem, amit az ilyen hát idősödő, betegeskedő vén emberek tehetnek, fényképeket nézegetnek. Nézegettem a Mészöly Miklósról, meg a Polcelánról készült fotók rengetegét, és arra gondoltam, hogy hát ezeket nem szabadna veszni, hagyni, és hogy válogatni és rendezgetni kezdtem ezeket a fényképeket, szinte könyvbe kívánkoztak, és hát ha könyvbe kívánkoztak, akkor hadd legyen ez. A kezdetben pár tucat, aztán pár száz fénykép átnézése közben kikerekedett történetek, a másfél évtizedig tartó szomszédság és szoros barátság fényképekben megörökített, kézzelfogható bizonyítékaiként tárultak Szávai Géza az író, és mára már az olvasók szemei elé. Természetesen Alain élete összefonódott az én idősebb íróbarátom életével, a Mészöly Miklóséval, akinek a felesége volt, és hát nekem is volt, és van egy feleségem, Ilona, ez ők Alennel nagyon összebarátkoztak, ami engem egészen őszintén szólva nem igazán nyugtatott meg, sőt, hergelt annak rendje, módja szerint, ugyebár ismerős a férfiak, a férjek számára, hogy az nem jó, hogyha a feleségek intim barátságba kerülnek pszichológusokkal, olyas valakikkel, akik amúgy is a mi felderítésünkre törekszenek. Ez azért is érdekes, mert Alain is Mészöly Miklós függő volt egész életében, és én is egész életemben Szávai Géza függő voltam, vagyok. És ez egy közös platform volt, ahol rögtön egymásra ismertünk, és ez is egy kapocs volt közöttünk. Ezek a beszélgetések többet jelentettek, mint egy pszichológus és páciens közötti beszélgetések, hiszen ott volt a teljes életünk háttere, a férjek, az életünk, ami egyre inkább összefonódott kis Araszi-ba. Alain
azt szerette bennünk, magamba így fogalmaztam meg, hogy velünk teljesen fesztelenül lehetett beszélgetni, és lehetett el. A Polcelen személyére koncentráló tartalom nemrég jelent meg a Pont kiadónál, de ikerkötetben gondolkodik a szerző és kiadó. Szávai Géza nem akart házasságkönyvet írni Polcelenről és Mésző Miklósról, hisz az egy-egy ember élete a fontos. A Mésző Miklóshoz kapcsolódó képek, történetek, gondolatok tehát még kiadásra várnak. Ez a készülő mészői könyv itt van ugye természetesen körülöttem, és hát többé-kevésbé összerakva, éppen csak annyi idő és annyi egészségi készenlét szükséges, hogy összerakjam. Egészen egyszerűen engem az élet érdekel, a saját életem, az Alem élete, hiszen együtt éltünk. A Miklós élete, és hát ezt manapság az édesanyja is meghalt, ugye Miklós is meghalt. Manapság nem nagyon akad ember, aki ezt nálam jobban ismerné. Tehát én Mészáj Miklós nevű író, jelentős író életét írom, a barátom életét, fotókon megmutatva, ahol a háttérben föl kell villanjon, és végig ott kell legyen az az élet, amely írta ezt az élettörténetet, amit úgy hívnak, hogy a Mészáj Miklós élet. Bizonyos feltételek mellett ismét részt vehetnek a szülésen az apák, jelentette be a kormány pénteki ülését követően, hiszen a járvány megszigorítások közé tartozott az is, hogy az apukák nem mehettek be a szülőszobába. Az apás szülés társadalmilag egyre inkább elfogadottabbá válik, ugyanakkor nem mindenki él ezzel a lehetőséggel. Kérdés, hogy miért? Az okok többrétűek lehetnek, egy azonban biztos. A szüléssel nem csak kisbaba születik, hanem egy teljesen új család is, édesapa, édesanyja és a csecsemő már együtt alkotnak egészet. És úgy jó, ha ebben a pillanatban együtt lehet a család. Teszem hozzá én, de nézzük, hogyan gondolkodik erről a szakember, és milyen élményekről tud beszélni egy gyereke születésénél jelenlévő apuka. Vendégeink Mörgulescu Melinda szüléskísérő édesanyja és Batizán Attila református lelkész édesapa. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Köszöntöm én is a nézőket. És hát akkor rögtön kezdjük ott a sort, hogy pénteken, hogy egy új határozat értelmében újra részt vehetnek az apukák a szülésen, bent lehetnek a szülőszobában. Milyen szabályozások vannak érvényben, és kicsit, hogyha visszatekintünk, akkor hogyan alakult ez a történet? Esetleg az adott kórháznak a politikája határozza meg, hogy igen-e vagy nem? Ahogy elkezdődött a járványhelyzet, úgy biztossá vált az, hogy nem lehetnek bent az apukák. Kivéve, hogyha egészségügyi személyzethez tartoznak. A járványhelyzet előtt is törvényi joga volt, vagy törvényes joga volt egy szülőnőnek, hogy egy embert magával vigyen a szüléshez, viszont ezt... Igazából minden kórházra rábízták, hogy meg tudják-e oldani, kivitelezhető-e egy közös vajúdóban, például nem. Úgyhogy az, ami most péntek óta újra egy határozat, illetve egy javaslat a kórházaknak, ez megint talán egy ilyen, hogy azért minden kórház el kell döntse azt, hogy ő vállalja-e ezt, meg tudja-e oldani, be tudja-e engedni az apukákat azok a feltételek mellett, amik föl vannak sorolva. Attila, neked mennyire friss az élmény, illetve nem tudom, hogy egy ilyen élmény mennyire tud megkopni, az az igazság, de neked hogyan sikerült bemenned? Tehát ott engedték, vagy plusz köröket kellett azért futni ezért? Nem volt semmi gond. Mi eleve készültünk rá, megbeszéltük, de orvossal, meg személyzettel nem beszéltünk meg semmit. Néhány szó próbáltam finoman kitenni, de nem hagytam magam, és végül bent voltam egész a végéig. Azt hiszem, lehet, hogy ez a kulcsa,
hogy az első nemre nem hagyjuk magunkat? Ez az egyik kulcsa, igen. És egyébként egyre gyakoribbak az apás szülések? Hogyan látod? Úgy gondolom, hogy egyre gyakrabban jönnek párban, szülésfelkészítőre például a szülők. Mert hogy ez is a dúla, tehát a szüléskísérő azaz a te feladatod. Hát én szülésfelkészítő is vagyok, tehát szülésre felkészítem a jövendőbeli szülőket, és az, hogy jelen vannak ezen a szülésfelkészítőn, ez egy nagyon jó alap ahhoz, hogy merjenek bemenni, és tudjanak bent helytállni, jelen lenni, segíteni. Hogy egyre többen mennek-e be, vagy élnek-e ezzel, vagy akarnak-e egyáltalán? Hát biztosan, hogy egyre többen, mert hogy ezelőtt 10 évvel azért még nagy ritkaságnak számított, viszont azért még mindig nem egy elterjedt szokás, hogy az apák bemenjenek a szülésre. Attila, te hogyan hoztad meg a döntést, illetve ez volt az első ilyen élményed, vagy ahogy határoztál, hogy bemész, de hogyan hoztad meg a döntést, akárhányszor, hogy te bent szeretnél lenni, ott szeretnél lenni a feleséged mellett. Valahogyan azért mégis úgy képzeljük, hogy úgy a férfiaknak is ott helyt kell állniuk, azért nem lehet könnyű. Te hogyan gondolod, hogyan érzed? Nekünk ez egy hosszú folyamat eredménye volt. Az első 2 gyermekünk születésénél eszembe se jutott bemenni. A harmadiknál... De miért? Nem készültünk rá, nem beszéltünk róla, valahogy nem volt ez téma, feleségem sem akarta, én sem akartam. A harmadiknál ott voltam a folyosón, és igazából bemehettem volna, talán oda voltam már érve, meg lehet, hogy a kapcsolatomnak is oda kellett érni. A harmadik az Isten igaza. De nem mentem be azért, mert úgy gondolom, hogy nem voltam külsőleg felkészülve. Aha. Tehát nem tudtam volna, bemegyek spontán, nem találtam volna a helyem, nem tudtam volna, hogy mit csináljak, mit ne csináljak, hova álljak. És akkor a negyediknél viszont ott eleve így készültünk. Jaj, és tehát a negyedik alkalom. A negyedik. Értem. A negyedik gyerekünknél voltam benne a szülésen, igen. Már úgy készültünk erre a gyerekre, hogy igen, ezt így szeretnénk. És akkor ezért mentünk felkészítőre, és nekem is nagy segítség volt, hogy ott volt Melinda, mert engem is segített, hogy most ezt csináld, azt csináld, ide állj, oda állj. De a döntés az közös volt, feleségem meg én közösen döntöttük el, határozottan azt mondtuk, ezt át akarjuk élni, ennek részesei szeretnénk lenni, és pont. És hogyan gondolod így, milyen töbletet hozott az életetekben, akár élményszinten, de akár úgy, mint férj, feleség, úgy, mint család, hogy ti azt az élményt, azokat a pillanatokat együtt élhettétek meg, mert hogy így negyedikre volt, tehát hogy van összehasonlítási egy alapotok. Mert én úgy érzem, és úgy érezzük ezt, ugye megbeszéltük a feleséggel, hogy bennünket ez megerősített. Nekünk ez egy egészen pozitív, maradandó élmény lett. Nekem személyesen, mint férfi vagy, akár mint lelkipásztor is, egy kicsit csoda volt ott lenni, és látni azt, hogy igen, a teremtés részese vagyok, egy picit látom az isteni csodát, hogy egy új élet megszületik. És hát mondtad, hogy nagyon sokat tanultatok, mint pár, de mint férfiként is a felkészítők során. Hogyan látod szüléskísérőként, mivel vértizedtek fel a férfiakat? Hogyan kell ott jelen legyenek? Mit kell csináljanak? Mit ne csináljanak? És egyáltalán szerinted, hogyan gondolod, jó az, hogyha a férfi bent van és segíti a nőt? Én alapvetően nem vagyok apás szülés párti. Aha. Elmondom, hogy miért. Úgy gondolom, hogy az az apa, aki nincs felkészülve arra, hogy mit fog látni, mit fog hallani, hogy tud jelen lenni, hogy tud segíteni, nem biztos, hogy pozitívan mozdítja elő a dolgokat. Megtörténhet, hogy éppen, hogy visszahúzza a folyamatot. Viszont, hogyha egy apa
akar ott lenni, és keresi az útját, hogy felkészüljön könyvekből, felkészítőről, akkor nagyon is ott van a helye. Tehát én le vagyok nyűgöződve minden egyes alkalommal, amikor látok egy apát helyt állni, mert hihetetlen erő árad belőlük a párjuk fele, és ki tud jobban erőt adni, bíztatni, bátorítani, bókolni, mint a párod. Tehát én mind mondhatom, hogy büszke vagyok rád, nagyon jól csinálod, de az én számból egész másképp hangzik, mint hogyha a párja mondja neki. És így visszaemlékezve, mi volt számodra a legnehezebb, vagy hogyan voltál jelen, úgy lelkileg, mint fizikailag akár? Hogyan tudtál segíteni? Drukkoltál, vagy hol álltál? Kicsit meséljen erről. Kezdeném ott, hogy már az elejétől, kezdve a fogantatástól, egészen addig, hogy reggel együtt mentünk be, talán picit érettebben és másképp éltük meg ezt a várandóságot. És úgy gondolom, hogy ezért tudtam lélekben is, meg fizikailag is ott lenni a feleségem mellett. Sokra nem volt szükség, igazi jelenlétet igényelt nyilván, nem úgy, hogy ülök egy sorokban és akkor pörgetem a telefont, hanem mellette voltam. Épp amire szükség volt, ha masszírozni kellett, akkor masszíroztam, ha egyszerűen csak szótlanul kellett ott állni, akkor ott álltam szótlanul, imádkoztam. Ott voltam. Lelkileg, fizikailag egyaránt. Ilyenkor a párunkra, illetve a feleségre kell figyelni, vagy szokták mondani ilyenkor a nők, hogy most akkor masszírozz meg, hogy így, hogy úgy, vagy milyen jelekből tudsz te olvasni ilyenkor? Hát ugye, mi férfiak lehet, hogy sokszor nehezen olvasunk az ilyen kimondatlan jelekből, de szerencsés helyzetben voltam, a feleségem is mondta, hogy mire van szükség, illetve Melinda is mondta, hogy most inkább erre lenne szükség, vagy most inkább hagyd. Úgyhogy én visszagondoltam, és próbáltam felidézni, igazából nehéz percek nem voltak. A legnehezebb az volt, amikor lejárt a szülés, kis komplikációk adottak, és akkor altatni kellett a feleségem, na akkor kitettek, nem volt appelláta. De úgy maga a szülés folyamatában nem volt nehézség számomra. Te is bent lehettél? Igen. És ha kérik, akkor a szüléskísérő, a dúla is bent lehet, és apuka is bent lehet, vagy? Hát ez egy kivételes szülés volt. Uh-huh. Igen, általában hát még egy szemét mondjuk. Tehát volt már úgy, igen, hogy ketten mentünk, de az apuka ment be. Volt úgy is, hogy én mentem be, az apuka maradt kint. Attól függ, hogy a pár hogy szeretné, tehát hogy jobb az anyának. Mert hogy, tehát tényleg kérdezted, hogy tudnak jelen lenni, mi az, amit csináljanak, mi az, amit ne csináljanak. Hát a szülésfelkészítőn például úgy nagyon a szívükre helyezem azt, hogy itt most nem azon a férfias módon kell jelen lenni, hogy probléma van, oldjuk meg. Itt nem megoldani kell, itt segíteni kell a nőt benne maradni, és hogy ezt végig tudja csinálni. És a legtöbb, amit tudnak adni, az a biztatás, a bókolás, a szerető jelenlét, ahogy Attila is mondta. És hát eddig Melinda szakemberként szólaltál meg, és hát te is, úgy, ahogy Attila is, egy gyönyörű négy gyereknek vagy az édesanyja. Nálatok hogy történt ez? Engedted be a férjed valamelyik szülésre? Hát én az elsőtnél bent volt a vajudáson, aztán abból egy sürgősségi császármetszés lett, amit az ablakból nézett végig, úgyhogy az egy ilyen közös út volt. A második az egy programált császármetszés volt, egyáltalán nem jöhetett be, csak a végén láthatta a babát. A harmadikat viszont azt közösen szültük. Uh-huh. Az egy milyen jó, nem közösen szültük. Nem kifejezetten otthon szülésre lett tervezve, viszont az lett belőle, aha, utána mentünk be csak a kórházba, úgyhogy végig mellettem volt, jobban izzadt, mint én, hihetetlen módon jelen volt, ő fogta ki a babát, ő vette le róla a magzatburkot, így rá volt tapadva az arcára, és hihetetlen élmény. Hát mai napig számára is, és a kapcsolatunknak egy olyan mélységet adott, ami, hát én még soha nem láttam, azelőtt se, azóta se értem annyira helytállni, ott lenni,
úgymond küzdeni, mi, mint akkor. Úgyhogy hihetetlen élmény volt. De jó, még a hideg is futkos rajta. És egy befejező gondolatként, úgy szakemberként, mint édesanyaként, akár mint lelki pásztor, de mint édesapaként, nyilván tudom, hogy ez nagyon személyre szabott, hogy ki hogyan gondolja úgy a nők, mint az apukák, hogy beengedem-e a férjemet, a páromat, vagy az apuka bent akar-e lenni, megbírja-e, és a többi. Tehát nagyon tudom, hogy nagyon összetett a kérdés, de mégis így utolsó szavakban mit tudnátok mondani, vagy üzenni akár így? Így a nőknek, a férfiaknak, szülőknek, vagy szülésre készülőknek, fiataloknak? Azt tapasztaltam, hogy nagyon sok sztereotípia meg előítélet van az emberekben, és munkatársak viccesen nekem is sok videót küldtek a szülés előtt, hogy dől neki az apukák, meg hogy nem bírják. Én úgy gondolom, hogy egy férfinak az egy kibírható helyzet, állapot, sőt, nyilván fel kell rá készülni, meg jó, ha ott van a szülés segítő, nekünk nagyon jó volt, hogy ott volt Melinda, viszont én csak ajánlani tudom. Nyilván, ha akarják, és hogyha erre még egyszer mondom, kellőképp felkészülnek, ajánlani tudom. Tehát olyan élmény, olyan maradandó és olyan mély történet a kapcsolatunkban, meg a személyes életünkben, amit ha egy mód van rá, akkor nem szabad kihagyni. Melinda. Én mindenképp ajánlom az apáknak, hogy jelen legyenek, mert az apává válás folyamata valahol ott kezdődik. Ugye az anyává válás folyamata már elkezdődik hamarabb, és az apává válás is valamilyen mértékben. Viszont jelen lenni egy szülésnél az apává válásnak egy nagyon nagy löketet ad, és a gyerekkel való kapcsolódásnak egy mélységet ad. Úgyhogy én nagyon szeretem a felkészítőn, amikor általában úgy kezdik az apák, hogy hát a feleségem hívott, azért vagyok itt, és a végén kivirulnak, tehát nem egyszer hallom azt, hogy most már tudom, hogy tudok ott lenni. Fogalmam sem volt, hogy mit kereshetek én egy szülésnél, de most már tudom, hogy tudok ott lenni, hogy tudok segíteni. Vagy a múlt héten kaptam egy visszajelzést egy apukától, hogy milyen jól sikerült a szülés, és milyen jó, hogy felkészítettél, mert én az első fél órába bevittem volna a feleségemet, ha nem tudom, hogy mire számítsak, és hogy legyek ott, hogy támogassam őt. Úgyhogy hajrá, apák, ott a helyetek, legyetek ott, csak tudjátok, hogy tudtok ott lenni. Nagyon szépen köszönöm ezt a szuper beszélgetést, és hát lejétek örömötek a párotokban, illetve a gyerekekben, és legyetek egészségesek. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Mi pedig folytatjuk műsorunkat a következőkben, ha nem is lakhatunk jól, de felborzolhatjuk ízlelő bimbóinkat, mert amint már megszokhatták, Karácsony József séf fogásaival ma sem kímél bennünket. Nézzük, mi kerül ma a Főnix konyha asztalára. Sziasztok! Ma egy finom kacsát hoztam nektek, és el foglak varázsolni a keleti ízvilág fűszereivel. Amint látható, gyönyörűen be van pácolva. Készítettem egy barna cukor karamellizálást, amihez adtam citromlét, mézet, utána felöntöttem sörrel, és hagytam redukálódni. Ez maximum egy ilyen 20-30 perces folyamat, és utána szépen a kacsát durvasóval besóztam, belül a belső részét is, és végezetül pedig hozzávaló zöld fűszereket is választottam, amiben van rozmarin, menta, zsája és csombor. Megaprítjuk. Tulajdonképpen a rozmarin pattog, tehát egy nagyon kellemes ízet fog adni. Nem a kacsára szórjuk, hanem ahogy melléje. Jöhet a kacsa mellé a narancs, nagyon sok benne a citrus, a savasság. Ezt nem aprítjuk jobban fel, hanem szépen csak majd melléje tesszük. Jöhet a citrom. Jöhet az alma.
Jörájki Zeller, sárgarépa. Petrezselymet viszont, látjátok, egészben van a fokhagyma benne, nincsen meghámozva. Ez nagyon lényeges, mert bele fog az íze főni. Csipetnyi só. Csipetnyi barna cukrot is a gyümölcsre, a zöldségekre. Töltök is alája sört. Vizet alája. Olívaolaj. Szépen meglocsoljuk. Teszünk rá egy pár szelet füstölt szalonnát, főleg, ha még meg is áll. Ez azért lényeges, mert a fólia nem fog beleragadni a kacsának a bőrébe. És már irány a sütő. Közben, amíg sül a kacsa, addig elkészítem a keleties fűszerkeveréket. Adok hozzá sót, borsot, koriandert, extra csilit, kürit, sáfrányt és kétféle köményt, darált és egész kömény. Összekeverem, és ezzel fogom majd fűszerezni a wok zöldségeket. Lassan lejár a 45 perc, lássuk, hogy mennyire készült el a kacsa a sütőben. Készülőben van, mert szépen elengedte a hús a csontot, tehát meglocsoljuk egy picit a zsírjával, mehet is vissza, hadd készüljön. Fenséges fog lenni. Most előkészítem a zöldségeket, kétféle cukinit választottam hozzá, padlizsánt, pritamin paprikát, pirosat, sárgát, zöldet, lilahagymát, gombát, seri paradicsomot és még fajtát fogok hozzáadni, az lesz a vilmos körte. Meglocsolom olívaolajjal, citromolajjal, jöjj bele szójaszósz, balzsamecet, egyet mozdítunk rajta, fel is teszem a tűzhelyre, adok hozzá még pár szem lioni hagymát, és a fűszerkeverékünkkel ízesítem, majd ahogy elkezd készülni, majd még lehet fűszerezni. Alulról kerüljenek felül a zöldségek, a gyümölcs is vele együtt. Azt tudni kell ugye, hogy egy pici barna cukrot adtunk hozzá, ez majd fogja karamellizálni egy kicsit a zöldséget, a gyümölcsöt. Egy nagyon-nagyon finom ízvilágot fog kihozni. És majd a tálalás előtt adok a kacsa zsírjából egy picit hozzá, hogy még finomabb, még zamatosabb legyen. El is készült a wok zöldség és a kacsa, neki is látok tálalni. És végezetül még ráfűszerezek. Jó étvágyat kívánok, a viszontlátásra! És jöjjön Erdély kulturális programajánlója a kimenő. Nézzük, milyen eseményeket tartogat számunkra a következő időszak. Labanc Dávidé a szó. Köszöntöm Önöket, ma június 2-a van, szerda. 100 éve ezen a napon született Karinthy Ferenc Kossuth Díjas, író, drámaíró, dramaturg. Szintén ezen a napon született 164 éve Edward Elgar, brit zeneszerző. Tartsanak velem, hogy a legfrissebb eseményekről is értesüljenek. Június 3 és 6 között kerül megrendezésre a 10. kolozsvári ünnepi könyvhét. Ezeken a napokon Kolozsvárra érkezik a legfrissebb kortárs magyar irodalom. Közönség találkozókkal, könyvbemutatókkal és könyvvásárral várják a szervezők az érdeklődőket. Ez alkalommal a Bánfi palotában. Idén jelen lesz Bereményi Géza, Nádasdy Ádám, Szilágyi István, Nyári Krisztián és még sokan mások.
A Láthatatlan című előadás témája a sebezhetőség egy olyan korban, amikor úgy tűnik az egyetlen biztos pont általában a világban ugyanúgy, mint az egyén számára a bizonytalanság. Az előadás végigjárja a törékenység 7 fokozatát, ezáltal egyfajta utazássá válik az érzések világában, amelynek kiinduló pontja az egyedüllét, végpontja a magány. A román és magyar kortárs szerzők által jegyzett szövegek kollázsához társított képek folyamatos sorozatot alkotnak, akár egy vizuális installáció. A néző dolga, hogy kíváncsisággal kövesse ezt az elmélkedés folyamatot, amelynek tárgya ő maga, a világban élő egyén, illetve ami körülveszi őt. A Láthatatlan című előadás június 3-án 19 órai kezdettel lesz látható. Szimfonikus hangversenyt szervez a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia június 30-án 19 órai kezdettel. A Kultúrpalota nagytermében lesz látható a szimfonikus zenekar előadása, melyen Max Bruch és George Bizet művei hangzanak el. Vezényel Marius Christescu, szólista Vlad Racheu hegedűművész. Köszönöm, hogy velem tartottak, ma is Karinthy Ferenc szavaival búcsúzom. Vannak dolgok, amelyek nélkül nem lehet élni, ez ma 100 millió problémája, és vannak, amelyek nélkül nem érdemes. Viszontlátásra! Ma este 7 óra, akkor híradó Lovász Ágotától tudhatjuk meg a nap aktualitásait. Szia Ágota, hallgatjuk a napi hírek ajánlóját. Zajlanak a ballagási ünnepségek Erdély szerte, ma ballagtak a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Liceum diákjai, az ünnepséget a várudvarán tartották, az eseményt online is figyelemmel lehetett követni. Holnap ballagnak a Szatmári Kölcsey Ferenc Főgimnázium maturandusai, a Csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium és a Brassói Áprill Lajos Főgimnázium diákjai pedig pénteken vesznek búcsút az alma máterüktől. Mutatjuk röviden a mai nap legfontosabb híreit, 7 órától számítok figyelmükre. Európai ügynökség. Megkezdte működését az európai alapok lenyúlására szakosodott csalók leleplezésére létrehozott európai ügyészség. Élen az erősen megosztó Laura Kodrócá kövesivel. Szabad mozgás. Közeledik a nyári turista szezon, készül a vakcina útlevél, a romániai határátkelőkön pedig oltóközpontokat nyitottak. Épített örökség. Többször is sikertelen próbálkozás után elkezdődtek a válaszúti Bánfi kastély felújítási munkálatai. A kastélyt a Kolozs megyei tanács kulturális központként működtetni. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, remélem értékes tartalmakkal szolgálhattunk ma este is. Kövessenek továbbra bennünket, mégpedig az Erdélyi Magyar Televízió műsorait, Mozaik után híradó, majd a 24 plusz várja önöket. Szép estét kívánok mindannyiuknak, viszontlátásra! We'll be right back.